Óriási tételbíró 90 perc vára videóta FC-re a, FC a 2012-es esztendő utolsó tétmérkőzésén. A piros kékek az Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában a portugál sporting vendégei lesznek csütörtökön. Amennyiben a Vidi legyőzi portugál ellenfelét, a belga geng pedig a svájci bázet, akkor nekal is nem anyjáig készülhetnek a tavaszi egyenes kieséses szakaszra az Európa-ligában. A Vidi játékosai tisztában vannak azzal, életük egyik legnagyobb lehetősége előtt állnak, így a rájuk eső részt, a sporting legyőzését mindenképpen teljesíteni szeretnék. Biztos vagyok abban, hogy, hogy egy nehéz mérkőzés vár ránk, de ami a legfontosabb az az, hogy, hogy remény az még van, úgyhogy minden meg fogunk tenni azért, hogy, hogy megszerzünk a három pontot. Nem a mi kezünkben van a sors, de ami rajtam múlik, és a csapat, csapat az, az kipróbálunk kihasználni, és elhozni a három pontot Lisszabonból, és majd megnézzünk, hogy a másik meccs hogy fog alakulni. A két csapat fehévári meccsét nem várt fölényel, a Vidi nyerte 3-0-ra. Nikolis nem betalált azon a találkozón. A gópasztrálásról a Sporting egyik védőjétől a holland Kalit Bularustól kapta. Nikolis is nem elmondta, a hiba ellenére jó védőnek tartja a hollandot, de ez igaz az egész Sportingra is. Kitűnő erőkből álló gárdához látogat a Vidi. Egy nagy eredményt csináltunk, nem csak nekünk, hanem úgy gondolom, hogy a magyar focinak. Ö, még egyszer mondom, ez, ez a mérkőzés más lesz, és ö, nekik nincs, nincs esük, de úgy gondolom, hogy utolsó meccset, meccset fognak lejátszani ők is ö, ö, ott ö, a saját ö, szurkolók előtt, úgyhogy mindent meg fognak tenni ők is, hogy nyerjenek, biztos vagyok abba egy nyit meccset várok, és remélem, hogy el hozni három pontot. A Védinél csak stopirát kellett kihagyni a sérülés miatt Pauló Szóza vezetőedzőnek. A találkozó játékvezetője a görög Kukulakis lesz. Hogy szerencsét hoz -e a Vidinek a 37 esztendős Hellén sípmester, kiderül a csütörtökön 21 óra 5 perckor kezdődő mérkőzésem.